Na szevasztok, koronavírus van. Szerintem már mindenki tisztában van. Egyéni szociális problémám, hogy tele van a tököm már most ezzel az egésszel, már egyre kevésbé tudok eljutni edzésre. Egyrészt a nyitvatartás miatt, másrészt a biztonság miatt, bár amikor legutoljára voltam kedden, azt láttam, hogy 10-15-en voltunk összesen, mindenki folyamatosan fertőtlenített minden súlyt, meg minden gépet, le a kalappal, de hát ez van most. Ja, nagyon sokan vagyunk olyanok, akik nem tudják megtenni azt, hogy otthon maradjanak. Mi fizikai dolgozók, meg gondolom azért rengetegen irodisták is, na mindegy, nem az a lényeg, hogy menni kell, tehát hogyha majd mindent letiltanak, akkor nekünk is otthon kell maradni, de addig azért munka az van. A lényeg az, hogy egyfelől nagyon sokan szidják az időseket, jogosan is, meg nem jogosan is, azt gondolom, mert nem veszik komolyan, holott ugye mindenki azon van felháborodva, hogy az oktatási intézményeket is azért zárták be, meg a szülők is lehetőség szerint azért maradnak otthon, hogy ne terjedjen, hogy lassítsuk a vírust, és ne veszélyeztessük az időseket. Ezzel szemben az idősek pedig lébet szólnak, mászkálnak mindenhol, az utcán, stb. Ugye egyrészt ez jogos, hogy tényleg maradjanak már a seggükön, másrészt azért nem jogos, mert nagyon sok olyan idős ember van, aki nem tudja megtenni, tehát nincsen neki segítsége. Az ég egy ott a világon senki, és ugye hát gyógyszerekért meg kajáért el kell menni vásárolni. Most abba gondoljunk bele, hogy egy idős ember, lehet, hogy nem bodybuilder, úgyhogy lehetséges, hogy mondjuk egyszerre a bevásárlásnál, ha meg is kapna mindent, akkor sem tudja hazacipelni gyalog. Lehet, hogy csak ilyen 1-2-3 kilókat bír el, és az a pánikszerű bevásárlás, ami jellemző ugye mindenkire, nyilván őket sem hagyja hidegen. Úgyhogy lehet, hogy ahhoz, hogy haza tudja cipelni a feltétlen szükséges, vagy az a feletti dolgokat, amit ő úgy gondol, hogy kell neki. Ezért gondoljunk bele, többségében azért végigélte 56-ot, ne adj Isten, még a második világháborút is, úgyhogy lehet, hogy a vérükben van már emiatt a pánik, a vásárlási pánik, nem az otthonmaradási pánik, na jó, van lényeg az, amit elkezdtem, hogy lehet, hogy egyszerre nem tudja hazavinni, és le kell menni neki boltba, meg gyógyszertárba 3-4-szer. Csak a súly miatt, meg a vásárolt cuccok mennyisége miatt. Úgyhogy ez is egy ilyen dolog. A másik, meg most eljöttem az előben, nem láttátok, mert a nagy fejemet kell nézni. Másik dolog az, hogy nem veszük elég komolyan ezt az egész dolgot. Még mindig úgy látom, nagyon sokat fejlődik az emberi társadalom, de mindenhonnan azt hallom, hogy azért mindig előfordulnak hülyék ugye a vásárlások során. De ez csak az egyik dolog. A munkahelyemmel szemben van egy nagy park, és ott van ilyen extrém sport lehetőség. Akárhányszor kimentem elszívni egy cigit, vagy csak körülnézni, mindig láttam a gyerekeket. Ez az egyik. A másik fele meg tegnap délután jöttem haza autóval, Rákos keresztúról, és ahogy átjöttem a patak fölötti hídon, pár videót már régebben láthatatok tőlem, hogy van ott bicikliút, meg minden. Töményentelen sétáló emberekkel, családokkal, kisgyerekekkel, apuka, anyuka, biciklizés, de teljesen, minthogyha egy ilyen nyári késő délután lenne, mindenki lent mászkál a patakparton, mert úgy gondolja biztos, hogy ővel egyrészt nem fordulhat ez elő, hogy megbetegszik, másrészt pedig nem azért mondja a kormány, hogy kushagyjon mindenki a valagán otthon, hogy ez rá is vonatkozik. És a másik az, hogy biztos azt gondolja, hogy csak ő megy le a patakpartra, meg van ott akkora távolság, ugye, hogy az emberek egymásra nem lesznek veszélyesek. Most, hogyha a magyar ember mindig megtalálja a kiskaput, akkor kurva nehezen fogunk előre jutni ebben a kérdésben, és 3-4 hónap helyett, ezt csak én satszolom, 3-4 hónap helyett simán benne leszünk több mint egy fél évben ezzel az egésszel. Úgyhogy úgy látom, hogy saját magunk vagyunk a gátjai rengeteg esetben annak, hogy a saját problémánk, vagy az egész probléma
megváltozzon, vagy megjavuljon, vagy kivéthető legyen. Úgyhogy térjünk már észhez, előbb-utóbb majd arra várok, hogy majd jönnek a hírek, hogy meglincselik az öregeket. Meg, hát mindegy, ebben nem is akarok belemenni, közben meg is érkeztem oda, ahova kellett, szóval dolgozni fogok. Lejárt az idő is. A lényeg az, hogy figyeljünk tényleg egymásra. Nekem is muszáj volt beszélni erre a koronavírusról, hogy elég aktuális legyek, ne csak a saját hülyeségeimet nyomjam mindenféle érdektelen más dologról. Na, csókolok benneteket, köszi, sziasztok!